Ahogy a híradó elején jeleztük, az izraeli külügyminiszter 18 óra után egy nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, most ezt láthatják teljes terjedelmében. Nagyon nagy tisztelettel mutatom be Izrael állam külügyminiszterét, ő excellenciáját, Eli Cohen urat, aki egy rövid tájékoztatóval fogja kezdeni. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, hogy rendelkezésünkre áll. 250 újságíró követ minket online nyomon. Köszönöm. Köszönöm mindannyiuknak, hogy csatlakoztak hozzánk. Izrael háborúban áll. Háborúban állunk, és nem a mi választásunk volt, hogy ez a háború elindult, de egy gonosz terrorszervezettel állunk szemben, a Hamasszal. Ma délelőtt meglátogattam déli határ mentén fekvő városainkat, Ashkelont, Pivot, Ofakim. Hallottam és részben láttam közösségi médiában azt, hogy mi is történik. Amit láttunk, az egy mészárlás volt. Civilek brutális legyilkolását. Gyermekek, nők és tinédzserek lemészárlását, akiket agyonlőttek, minthogyha kacsák lettek volna. Teljes családokat, édesanyja, édesapa, gyermekek, mindannyiukat együtt gyilkolták meg. Ez egy olyan gonosz tett, amelyet az ördög maga sem tudott volna elkövetni. Az elmúlt évtizedekben semmi ehhez foghatót nem láttunk. Talán csak az ISIS, az iszlám állam követett el hasonlót, de itt nem csak erről volt szó, nem csak nők és férfiak, hanem 85 éves holokauszt túlélőt kerekesszékben elhurcoltak túszként. Még Oroszország és Ukrajna között zajló háborúban sem láttunk olyat, hogy teljes családokat gyilkoltak volna meg. Kis gyerekeket vittek volna el túszként, ketrecekbe zárván őket. Ezt a gyűlöletes gonoszságot nem láttuk soha, még háborús körülmények közepette sem. A nácik talán, és talán az iszlám állam követtek el ilyesmit. A Hamas, Irán proxia, azaz Irán nevében lép fel. A Hamas hajtotta végre azt a történelmi mészárlást, amelyet nem fog elfogadni, elfelejteni senki. És idővel képesek leszünk arra, hogy mi az, amit tettek. Tudják, egy nagy buli volt, ahol körülbelül 3000 fiatal vett részt, és látták, hogy motorbicikliken érkeznek, autókon érkeznek, és automata fegyverekből elkezdik őket lőni. Láttam 20 people, hogy 20 fiatal decided 20 fiatal tehát úgy döntött,
hogy egy nagy szemetes konténerbe bújnak be, és 20-an elkezdtek futni, mert hiszen lövöldöztek rájuk, és el akartak bújni. Ezért bebújtak ebbe a szemetes tartályba, 20-an, és nagyon csendben ott húzták meg magukat. A terroristák oda mentek. A terroristák egy kézigránátot dobtak be ebbe a szemetes tartályba, amelyben megbújtak, majd pedig oda mentek, és egyesével, aki onnan kijött, lemészárolták, lelőtték. Délen, a déli városokban nagyon sok óvóhely van, és az emberek hallották a rakétákat, ezért mit tettek? Bementek az óvóhelyekre. És amikor bementek az óvóhelyekre, akkor jöttek a motorbiciklis terroristák, és gránátot dobtak ebbe az óvóhelybe, majd bementek az óvóhelyre, és automata fegyverekből mindenkit lelőttek. Ez leírhatatlan gonosz tett volt, és ezek nagyon sok más helyen is megtörténtek. Szeretném önöknek elmondani, hogy az elmúlt években nagyon sokat tettünk. Gáza az egy kis palesztin állam. Határosak Izrael-el, határosak Egyiptomban, nem vagyunk mi felelősek értük. De ennek ellenére, mivel szomszédaink, szerettük volna, hogyha jobban élnek. Ezért folyamatosan emeltük azoknak a munkavállalóknak a számát, akiket beengedtünk onnan, hogy Izraelben dolgozzanak. Hiszen egyáltalán nem kötelező nekünk bárkit beengedni Gázából dolgozni. Nincs is semmilyen vita Gázával kapcsolatban, hiszen mi Gázát, a teljes gázai övezetet odaadtuk a palesztinoknak. Semmilyen területi vita nem volt velük. Adtunk nekik vizet, áramot, mi látjuk el őket vízzel, árammal. Megpróbáltunk munkát adni nekik, hogy eljöhessenek Izraelbe dolgozni. És ez leírhatatlan szavakkal, leírhatatlan. Nincsenek szavak ennek elmondására, annak elmondására, hogy mi történt ott. Úgyhogy ami volt, az nem lesz. Ami a múltban volt, a jövőben már nem lesz. Mostantól kezdve minden megváltozik. Izrael soha nem fogja ezt megbocsátani. Több mint 700 embert gyilkoltak meg, mészároltak le. Több mint 100 embert hurcoltak el túszként. Gyermekeket, 2 éves, 3 éves gyermekeket. Ma találtunk egy ikerpárt, 10 hónaposak. Akiknek szüleit meggyilkolták. Idő kell, mert még mindig vannak Izraelben terroristák, még mindig harcolunk ellenük, úgyhogy idő kell, hogy megtaláljunk. Vannak olyan helyek, ahova még nem jutottunk el, és nem is tudtuk még felmérni, mert ugye más különböző frontokon kell harcolnunk, és közben az északi fronton is harcolnunk kell. És hát vannak Izraelben is még helyek, ahol terroristák találhatók, meg kell védenünk a többi helyet, úgyhogy vannak olyan helyek, ahova csak ma jutottunk el, és ma láttuk meg, hogy mi történik, és ma egy ikerpár találtunk, 10 hónaposak, akik több mint egy napja ott ültek, és az
apjukat és anyjukat megölték. Meggyilkolták előttük. They start kidnapping babies. Csecsemőket raboltak el, anyákat, időseket. 80-85 éves embereket. Ezek szörnyetegek, embertelen terroristák. Egyetlen egy vágyam van. Vágyuk volt, hogy annyi embert gyilkoljanak meg, amennyit csak tudnak. Nagyon nehéz időt élünk most. Szeretnék köszönetet mondani a nemzetközi közösségnek a szolidaritásért, hiszen a nemzetközi közösség részéről a szolidaritás és a támogatás megnyilvánulását láttuk Izrael irányában. Bízunk abban, hogy ez a támogatás folytatódni fog, ahogy felveszük a harcot a terrorral. Időre lesz szükség. Nem néhány nap, hosszú idő kell majd ehhez. Nem engedhetjük meg azt, hogy ilyen embertelenség történjen ebben a régióban. Nem engedhetjük meg, hogy ilyen történjen a világon bárhol. Nem engedhetjük meg, hogy világ bármely más részén ugyanez megismétlődjön. Aki ezt elkövette, meg kell fizetnie ezért, és drágán kell megfizetnie ezért, annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy az, aki megölt egy egész családot, az, aki időseket rabolt el, aki anyákat és gyermekeket ölt meg, és aki egy tíz hónapos ikerpárt ott hagyott anya és apa nélkül, megfizessék ennek az árát. Izrael népe egységes. Jelenleg azt látjuk, hogy mindenki, a teljes katonaság, az összes katonai alakulatunk 100%-os készültségben van. Izraeliek világszerte folyamatosan azt kérvényezik, hogy jöhessenek vissza Izraelbe, amint lehet. Emberek, akik megpróbálnak repülőjáratot találni, hogy ide jöjjenek, hogy beléphessenek, szolgálhassanak a hadseregben, mert mindenki tudja, hogy a hazánkért harcolunk. A hazánkat akarjuk megvédeni, és nem akarnak. Hiszen akik mellettünk vannak, nem mellettünk akarnak élni, nem együtt élni akarnak, hanem meg akarják semmisíteni Izraelt. Saját hazát kaptak, több milliárd dollárt kaptak a világ különböző részéről. Bárki normális nép, aki több milliárd dollárt kap a világtól, arra használná, hogy kórházakat építsen, bevásárlóközpontokat építsen, ipari zónákat építsen, nem pedig arra használná, hogy az összes pénzből alagutakat ássanak, rakétagyárakat álljanak, és 12 fegyvergyárat állítsanak fel, hogy embereket meg lehessen gyilkolni. Miután megkapták a saját földjüket, és nem vitatott már annak a földnek a hovatartozása. Szeretném biztosítani őket arról, hogy legyőzzük a terrorizmust. Nincsen más választásunk. Nincsen más választásunk. Nagyon sok izraeli és más nemzetbéli van, túszként fogva tartva. Elkötelezettek vagyunk, hogy hazahozzuk őket a kölcsönös felelősségvállalás jegyében. Arra kérjük, azt követeljük a Hamasztól, hogy semmilyen bántódása ne essen a túszoknak. A túszok biztonsága az ő felelősségük. Ez háborús bűncselekmény, és ezt nem bocsátjuk meg. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel folytatjuk hazánk védelmét, harcolni fogunk és győzni fogunk. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani önöknek, hogy részt vettek ezen a sajtótájékoztatón.
És szeretnék köszönetet mondani a nemzetközi közösségnek ismét azért a szolidaritásért, amelyet ezekben a nehéz időkben mutattak. Izrael az utolsó védőbástyája a nyugatnak. Izrael az utolsó hely, amikor kelet felé utazunk, ahol terrorszervezeteket találunk. Mi vagyunk az egyetlen demokrácia. Mi vagyunk az egyetlen valós demokrácia a Közel-Keleten. Láthatták önök is az elmúlt hetekben, hónapokban és években. Izraelben nagyon sok tüntetés. Izrael az egyetlen hely, ahol szabad tüntetni, mert Izrael demokrácia. Ahol szólásszabadság van, és a közösségi médiától kezdve bárhol kifejthetik véleményüket, nézeteiket, és büszkék vagyunk a demokráciánkra, a liberalizmusunkra, és a pluralizmusunkra, az innovációnkra, a csúcstechnológiánkra. Az én általam vezetett minisztérium nagyon sokat investál a világon, mezőgazdaságba, vízgazdálkodásba, hogy a képességeinket, tudásunkat a világ más részére is elvigyük. De most harcolni fogunk Izraelért, harcolni fogunk a normalitásért, harcolni fogunk a nyugati világért, harcolni fogunk a gonosz ellen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltak ma velünk, és folytatni fogjuk. Időről időre hasonló sajtótájékoztatókat fogunk tartani. Sajnos most a biztonsági kabinet, nemzetbiztonsági kabinet ülése miatt oda kell sietnem, de majd az ezt követő időkben mindenképpen helyt adunk majd kérdéseknek is. Sajnáljuk, most nincsen idő erre, hiszen mint mondottam, továbbra is rakéták hullanak ránk Libanonból. Vannak olyan terroristák, akik Libanon területéről hatoltak be Izraelbe. Közben ott van a Hamas is, amelyik a tenger felől hajókkal, csónakokkal kívánnak behatolni Izrael más területeire. Van egy másik támadás, egy másik kibuc ellen, úgyhogy jelenleg is harcban állunk, és fel kell még számolnunk a terroristákat, azokat, akik Izrael területén vannak. De a következő alkalommal természetesen kérdéseknek is helyt adunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm szépen.